tudom, hogy mondjam. Mindegy, nagyon, még ilyen nagy volt így föl. És egyszerű volt oldalt menni a susnyáról, hogy magán fölmenő lépcsőn. Hát így ment ringispülve fölfelé, nagyon. Az, aki azt a vállat bevette, az király volt. Az jó merenek eltették. Annyi különlegesség vannak a váromnak, ugye ott őrizték, valaki ott őrizták, most nem tudom ki pontosan. Utána tudtok nézni, én már nem emlékszem rá. De mondta az idegenvezető, hogy melyik király, vagy királyt őrizték, ott valamelyik angolt, mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, utána lehet ennek olvasni. Megtörtént a városnézegetés, és elindultunk a következő településre, mely Krems település volt, nem volt sok idő, 3-4, még annyi se volt, ja, 4 óra felé odajöttünk, 2 órát sétáltunk a belvárosba, ott is volt fagyizás, meg ott bevásároltam, főleg folyadékot, meg fagyit, ugye ott volt pár belváros kellős sétáltat, képzeljétek el, fősz sétáló utcán, bemész, és van egy spár. Általában nem szoktak ilyenre rakni, de volt. Én is lepődtem, bementem vásárolni. Ugye volt lehetőség, mondta, hogy igen, belvárunk mindenkit, egy 10-15 perc, nem mondom, az volt 10 perc, még körbeértem, mert tudom, hogy mit kell veszek, ugye főleg üdítő, meg folyadék. Akkor nem voltam annyira ilyes, mert ebédeltem is, meg a fagyi is volt, minden volt, mind a bucsuba. Abzsi Dőzsi nem mindenről készült felvétel, nyilván se képanyag. Ennyi. Elsétáltunk, nagyon szép sok templom volt, egybe be is mentünk, ott imádkoztunk, meg meditáltuk egy picit. Gondolatok, minden voltak, nagyon jó volt. A legjobb a templomokban, hogy nagyon hidegek, és az pont jó jött. Már fölfort minden, hát a vörös fajok, mint a rák. 6 óra, 15 körül indultunk el hazafelé, Bécsen keresztül, de úgy döntöttünk, hogy inkább elkerülünk Bécsre, de be lehetett volna még menni, mert időnk volt, ugye, mert úgy volt, hogy 9:30-ig van hazatérés, de olyan jól tartottuk a programot, nem volt semmilyen fennakadás a forgalomban, baleset, nem kellett kerülni, mindig a oklopán tudtuk menni. Tárlatvezetés is előbb volt, még ki volt írva nekünk, és így tovább, etc. Nem kellett annyit várni, senkire se kellett várni, mert, és akkor így programokat el tudtuk oldani. Mindenképpen nagyon érdemes volt elmenni. 7 órakor megvacsoráztam, tehát így kigombolottam már 25 euróért. Magyarországon picit olcsóbb, de finom volt. Egy csirkét ettem, rizsával volt, meg némi krumplis láta, meg egy üdítő, meg az 25 euró. És tényleg nem egy elit étteremről van szó, vagy sima étteremről. Nem tudom Ausztriához viszonyítani, bár ugye Melbe voltam, és ott is 5 euróval volt olcsóbb barántott hús, mondjuk nem voltak drágább ételek is. Bár nyilván lehetett volna olcsóbb is, hogy kimegyek a település belső részéből, és akkor keresgélek más. De itt egyszerűbb volt a főutca, na mindegy, a Mahelmut. Kifizettem, ki tudtam fizetni, na. Volt nálam euró, bankkártya is volt, azzal is tudtam volna fizetni, de elég volt ez a 150 euró. Mondom meg, még vettem ilyen likört is, azt nem mondtam, hogy az apátságot. Az volt 15 euró körül, valahol, nem tudom, hol a blog, az volt 15 euró. Hol elköltöttem a pénzem? 40, 80, 25, volt 25 euró, volt 20, volt 13 euró, nem, 15 euró, volt fagy is, mindegy, az az lényegtelen, számoljátok vissza. Az a lényeg, hogy költöttem rendesen. És utána megálltunk a Bécsre, megettük a vacsorát, és utána hazaindultunk. 8 óra, 20 perc körül a Gyesev pályaudvarhoz értünk. Gyakorlatilag ennyi volt az egész történet. Érdemes egy ilyen látogatásra befizetni, nem olyan drága, kifizethető.
Összejövőbe tervezek nyilvánvalóan több városlátogatást, hogy ez nem lenne több előre, vagy valamikor. Ugye videóforra nem tudom, se volt kedvem, meleg is volt, elég volt a fényképek is. Szóval ilyen élménybe számoló. Tehát jobb lenne mi videó formájában. Nem jól fogni így a kamerát. Tehát tudom, nem nagy, mert például akkor is kéne venni egy gimbizét, azt a botot, hogy egyszerű lenne. Én látom, hogy legközel vannak tervek, ugye a utazás szempontjában, ide a környékre, ilyen egy napos, azt mondjuk két napos, ilyen hétvégi kirándulás, még ebben az évben lesznek, több is. Úgyhogy nagyon jó volt, élveztem. Pedig egyszerűen az előző, mondom, befizessek, nem voltam ilyenen. Jakab Reisen, nem tudom, hogy kell kiejteni. Többen ajánlották is, úgyhogy elmentem, kifizettem. Nagyon jó volt, érdemes volt pénzt is költeni. Emlékben megtartotta ezeket a jegyeket is. Bolond hajójegy. A hajón nem, ott is volt piálási, meg hagyizási lehetőség, de ott sokkal drágább volt, mint szárazföldön. Egyen nagyon meglepődtem, nagyon szép nők vannak Ausztriában. Magyarok is szépek, de elég jó, jó a női felhozatal Ausztriában is. Na, ennyi észrevétel biztos vagyok, de érdemes volt. Köszönöm szépen, hogy végighallgatod ezt a közel 15 perces mondókát, úgyhogy elejétől végéig majdnem megakadás nélkül ment. Úgyhogy gazdag élményekkel tértem haza. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy le tudtam fizetni az útra, és tényleg jó volt a szervezés, jó volt minden. Nyitni fogok a világ felé. Kicsit távolabbi helyekre is, ami a pénztárcának megfelelő, meg ugye a szabadidőmnek is megfelelő, ugye a szabadság az nem olyan véges. Vagy fordítva akartam a véges ügye. Hamar elindul az a szabadság. Ó, gyerekek, sziasztok, legyetek jók, iratkozzatok fel Facebook oldalamra, kövessetek be, mindenféle fel fogok osztani magamról, amit csak lehet, és senkinek sem, hogy mondjam, nem zavarja nagyon a csőrét, de igen, direkt csináltam azokat a videókat. Na, a pénzes videóra rátérünk, az direkt volt, gondoltam, hogy sokat ki fogok osztani. Nem ki fogok osztani, hanem meg fogok osztani. Hát ez direkt volt. Hát a marketing fogás, gyerekek, ha nem tudnátok. Marketing fogás. Na mindegy. Tetszett a videó, nyomj egy lájkot, szívecskét. Sziasztok, legyetek jók, iratkozzatok fel. Köszönöm szépen az 5000 követőt. Legközelebb találkozunk. Na.